Népesnek mondható mezőny gyűlt össze Debrecenben a hagyományos bocskai emlékversenyre. 8 férfi és 5 női olimpiai súlycsoportban 23 ország több mint 160 boxolója lépett szorítóba. A 63 kg-osok között induló nyíregyházi Kovács Rihárd az első fordulóban az izraeli színekben versenyző ukrán származású Iscsenkót múlta felül. A folytatásban a cseh Novák és a litván Skurdal is sem jelentett akadályt Nagy Lajos tanítványa számára. A döntőben a korábbi korosztályos Európa-bajnok grúz Guruli ellen 3-2-es pontozással győzött az NVSC Big Boxing bunyósa, aki így a tavalyi ezüstérem után ezúttal aranyat vertett át az Olá Gábor utcai sportközpontban. Én az edzőmmel minden versenynek úgy indulok neki Nagy Lajossal, hogy meg szeretnék nyerni, és úgy érzem, hogy ez a felkészülés remekül sikerült. Nagyon örülök neki, hogy sikerült ez a tornagyőzelem, hiszen így is indultunk neki, hogy ezt meg kell nyerni. Remek ellenfelek voltak, és ennek főképp tudtam örülni, hogy két Európa-bajnok ellen is tudtam nyerni. Kovács Rihárd edzője Nagy Lajos elmondta, hogy az egyetlen magyar aranyérmes minek köszönheti azt, hogy 4 különböző stílusban boxoló ellenfelet is felül tudott múlni a tornán. Elsősorban az akaraterő, második, vagy ha lehet rangsort felállítani, talán nem is kellene, a töretlen fejlődése, tehát most már egy másfél-két éve egy jó úton elindultunk. Nagyon sok minden szintén, tehát nagyon sok szinten fejlődött a Ricsi, technikailag is, lábmunka, védekezése, a stílusa változott, és ez most úgy néz ki, hogy eredményes tud lenni már nemzetközi szinten is. Bár Kovács Rihárd tavaly és tavaly előtt is megnyerte az országos bajnokságot, az európai kvalifikációs tornán nem őt, hanem Fodor Milánt indította a Magyar Szövetség. A londoni verseny a koronavírus járvány miatt félbeszakadt, Fodor egy győzelemre van a tokiói indulástól. Amennyiben vereséget szenvedne, Kovács, amíg bizonytalan időpontú világselejtezőn, amennyiben megrendezik, juthat ki az olimpiára. Ezt egyelőre próbálom kizárni, és teljesen abba a felfogásba készülök, hogy olimpia, és a világkvalifikációra összpontosítunk az edzőmmel. Hát igen, ha neki nem sikerül az európai kvalifikáció, akkor a világkvalifikáció még van esélyem, bízom benne. A bocskai emlékversenyen egy másik nyíregyházi boxolói szorítóba lépett. A 69 kg-os Kovács Zoltán az első fordulóban a későbbi ezüstérmestől szenvedett vereséget.